Jorge Luis Borges, argentin költő, elbeszélő, esszéíró, irodalomtörténész, filozófus, a 20. századi világirodalom nemzetközileg elismert alakja. Üdvözöllek a péntek esti poétikában! Ezen a héten Jorge Luis Borges-től hoztam nektek egy költeményt, amely el fog hangzani magyarul, Somlyó György fordításában. Mellesleg ezt a csinos kötetet az Európa Könyvkiadó egyik zsákba macska csomagjából sikerült megkaparintanom. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy ez a bizonyos csomag mi minden mást rejtett, akkor az erről készült videóm linkjét megtalálhatjátok a leírásban. Hogyha tetszik a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel, és bátran oszd meg költészetet kedvelő barátaiddal is. Tehát, Jorge Luis Borges, az álom. Midőn az éjfél kongatása még bőséges idővel kecsegtet, Odysseus gályáinál mélyebbre szállok az álom emberi emlékezetének elérhetetlen tartományaiba. És e víz alatti tájról érthetetlen roncsokat emelek ki. Elemi botanikák füveit, mindenféle fajta állatokat, holtakkal folyó párbeszédeket, arcokat, melyek voltak épp álarcok, s réges-régi nyelvek szavait, s olykor olyan borzalmakat, melyekhez nappal semmi sem hasonlít. Minden leszek, vagy semmi. Az a másik, ki úgy is vagyok, s aki ezt a másik álmot látja, ébren létem. Csak nézz rá, kis rezignált mosolya.